Hello, hello, sziasztok! Ez a Trash Talk, a Sport TV NFL magazinja. Hetedik szezonjunkhoz érkeztünk, azt szokták mondani a párkapcsolatokban, hogy ez vízválasztó, és mi is hatalmas változások előtt vagy után vagyunk. Ugye két csikót búcsúztattunk, és egy vőlegény és egy apuka tért vissza. Zoli, te mit... Ha már itt vagy, te mit tudsz felmutatni a nyaradból azon kívül, hogy csatlakoztál nők 10 000-hez, és elkezdtél szupolni? Hát úgy voltam vele, hogy ha már felvezetted, azt tudtam, hogy lesz egy tejfakasztó, lesz egy esküvő. Ugye ezekre próbáltam készülni, tehát az alkoholbevitelt így próbáltam. Meg azt mondták időjárás jelentésben is, hogy ez fontos így a melegben. Én azt így próbáltam tartani így nyáron. Az öltözői jelenetek azok olyanok voltak, mint egy ilyen, nem tudom, egy ilyen 18 karikás film, senki nem fér be semmibe, úgyhogy a nyári shaping az nekünk jól sikerült Zolival. Sanyikám, hogy haladnak az előkészületek? Utolsókat rúgom. A szerelme meg tudja ezt erősíteni, hogy már az utolsó idegszálam is kezd el használódni, de az övé is, ez a jó hír, úgyhogy szerintem jó buli lesz. Nem tudom az egész országot a keblemről elni, úgyhogy sajnos csak azzal kevéssel tudom megosztani, akik ott lesznek, de mindenkire nagyon sokat gondolunk. Igen, mi a Wedding Crashers, azt megnéztük, már egyszer-kétszer, egy párszor megfogjuk, úgyhogy előre, de erről lesz majd még biztosan szó a Trash Talkban. És Márk, mi a második legjobb érzés után, azután, hogy a Trash Talkban szerepelhetsz, bajnoknak lenni, vagy apának lenni? Hát azért szerintem ez egy elég egyszerű döntés. Ha ezt pár hónapja kérdezed, akkor nem tudtam volna ennyire tisztán, de mióta először kézbe vettem, és tényleg rám nézett, azóta azt mondom, hogy apának lenni az sokkal jobb. Még tanulom, még tényleg, ahogy mondtad, még csikó vagyok, akárhogy is veszünk friss apukaként, de minden perc, minden pillanat, amikor vele tudok lenni, az egy újdonság, mert tényleg az elején minden nap változik. Tehát elképesztő az, hogy most, meg mondjuk egy hónap ezelőtti képen már mennyit változott a kis gyerkőc, úgyhogy imádjuk, azon kívül, hogy azért az allergia és a kevés alvás azért eléggé kemény gyomrosokat üt be, de hát van, aki nálam kevesebbet alszik, úgyhogy én csak tartom magam, és csöndben maradok. Na hát mindenkinek, neked már azt gondolom, hogy teljes joggal gratulálunk neked előzetesen. Köszönöm szépen. Örülünk, hogy itt vagy, Zoli. Úgyhogy ami nem változott viszont, hogy szeretünk játszani magunkkal is, meg veletek is, úgyhogy itt az első lehetőség, hogy mondjatok egy jót, ami csatlakozik a mostani beszélgetésünkhöz, és válaszoljatok a Facebookon feltett kérdésünkre, amely arra próbál választ keresni, hogy neked mi volt nyáron a legnagyobb teljesítményed. Sanyiét és Márkét és Zoliét is már hallottuk, úgyhogy itt az ideje, hogy ti is elmondjátok, és aki a legfrappánsabbat közzéteszi, annak Trash Talkos ajándékot tudunk majd küldeni. Ezen kívül tavaly még NFL Gauntletnek hívták, amit aztán bezárt a fejlesztője, úgyhogy most a Yahoo Pick'em játékában játszhatunk együtt, és tippelhetjük meg az egész szezont előre. Mondom, hogy mi történik. Itt van ez a link, ezt kéne beírni, vagy beírod a Google-be, vagy a Gulu-Gulu-ba, nem tudom, láttad azt a videót? Az indiai tanárnőt? Nem? Majd megmutatom, zseniális. Szóval a Gulu-Gulu-ba beírjátok ezt a címet, és ott regisztráltok, meg kell keresni a 16003-as csoportod, ez a Trash Talk. Ne görgessetek le! Kicsit sok idő lesz. Beléptek a Trash Talk Who jelszóval, és utána tudunk együtt játszani. Az összes szakértő is regisztrálni fog ebbe a ligába, plusz Galuska. Ezen kívül lesz egy külön Trash Talkos accountunk, aminek minden héten más lesz a gazdája, úgyhogy majd ki lehet vesézni azt, hogy ki az, aki elszúrta éppen a szuper pozíciónkat. Tehát játszunk együtt mindannyian, mondom, minden szakértőnknek és Galuskának is lesz külön accountja, illetve lesz egy közös Trash Talk account is. Ricsi, játszani fog? Hát minden szak, persze. Szerintem nem egyébként, de okay. De azt mondjuk. Majd megkeressük majd a legkínosabb nick nevet, és az lesz majd ő. Úgyhogy aki akar ez erre utaló nick nevet adni magának, akkor az lehet egész nyugodtan. Na, és még mindig nincs vége a nyeremények sorának, ugyanis Európa bajnoki selejtezőt játszik a magyar-amerikai futballválogatott. Október 12-én Spanyolország lesz az ellenfél, és erre is lehet
jegyet nyerni, azzal, hogyha jól válaszolsz ugye a Facebookon feltett kérdésre. Még Izrael és Törökország van a csoportban, ott szokásos a helyszín, a Hidegkuti Nándor Stúdium és Belgium. Köszönöm, Galuska, hogy ezt nem mondtad. Úgyhogy mit kell tudnunk erről a négy csapatról? Kezded vagy kezded? Lehet, hogy az edző. Menjünk sorba, spanyolok. Közepes erősségek a csoportban, nagyon-nagyon jó. Mi milyen erősségűek vagyunk a csoportban? És közepes erősségek vagyunk a csoportban. Nem mi vagyunk a favoritok, valószínűleg a belgák lesznek a favoritjai a csoportnak. Nagyon-nagyon komoly mérkőzést várunk ellenük, nagyon próbálunk felkészülni, de ez kötelező győzelemnek kéne lennie a spanyolok elleni itthoni mérkőzésnek, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk a szurkolókat. Elég jó felkészülésen vagyunk túl, szerintem amit a válogatottal foglalkozom, ez az egyik legjobb felkészülés a csapatnak, ami a, ezt már vagy megerősíti, vagy cáfolja, edzés szempontból mindenképpen. És reméljük, hogy a játékosok is ki tudják magukba hozni a mérkőzésen a maximumot. Kemény meccs lesz, nem lehetetlen hozni a mérkőzéseket, de azt gondolom, hogy a belgák ilyen idegenben meccs az, az nagyon-nagyon parád. Meg kell állítani Brüsszelt. Muszáj. Mind a négy csapattal fogtok játszani? Igen, tehát 19-ben két mérkőzés, 20-ban két mérkőzés, ugye Törökországba utazunk majd, és Izrael válogatottja fog hozzánk jönni. Róluk kevesebbet tudunk. Tehát egy naptári évben négy válogatott meccs még nem volt? Most sem lesz. 19... Ja, bocs, úgy értem, hogy 365 nap leforgása alatt, ez most olyan főleg tét meccsben. Igen, tehát ez így teljesen más, és ahogy ugye mondta Sanyi, hogy kötelező győzelem, a spanyolok nagyon erős érdezik, de nem azért mondja, hogy kötelező győzelem, mert hogy őket lebecsüljük is gyenge, hanem azért, mert ők az első mérkőzésen erőt demonstrációt kell tartani, hiszen nem tudjunk a többiekről semmit. A belgák ellen játszottunk már, a spanyolok azért van információ, de a másik két csapat az, az egyelőre teljesen sötét ló. Na, szóval megéri játszani, megéri őket tippelni, megéri egész évben velünk tartani a Gauntlet utódjában, a Yahoo Pick-emben, mert ilyen szuper nyeremények lesznek, biztos vagyok benne, hogy az asztalnál álló négy ember valamilyen minőségben ott lesz majd a Hidegkutiban, úgyhogy csapjunk is bele a lecsóba, és a mai adásunknak a fő témáját, a holt szezont kezdjük el szétszedni, mint egy ilyen pizzát, az összes kis szeletkéjét széthúzogatjuk, és egyenként megvizsgáljuk, és kezdjük rögtön a visszavonulókkal, ugyanis két szakértőnk is egy-egy visszavonulást jelölt meg, mint a holt szezonnak az egyik ilyen negatív eseményét. Más-más előjelez mindjárt ki fog derülni, mert ugyan rebesgették, mi is beszéltünk róla, aztán az újabb bajnoki címmel még nagyobb lett rá az esély, de az lett a helyzet, hogy még a 30. születésnapja betöltése előtt Rob Gronkowski bejelentette a visszavonulását. Mit veszít az NFL játékosként, csapattársként, jelenségként, hol helyeznéd el, helyeznétek előtt a Titan Pantheonban? Én, tehát a véleményem szerint az, hogy Rob Gronkowski visszavonult nagyjából ugye a Patriots dinasztiának ugye az utolsó szakaszát kezdjük el szép lassan lezárni. Tehát ugye Bradynél is meg van számlálva az idő, és Edelmannél is ez a három... 10 év, igen. Ez a, hát igen, sose lehet tudni, meddig tart, de ez a triumvirátusnak az utolsó évei vannak itt, és Gronkowski az első, aki búcsúzik közülük. Ő tényleg megreformálta a Titan pozíciót, és tegő volt az ember, aki korábban is azt gondoltuk, hogy Tony Gonzáleznél és a többieknél is, hogy na ő a valaha volt legjobb Titan, de megint egy új szintre tudta futtatni ezt a pozíciót, és abszolút egy olyan fegyvere lett Bill Belichicknek, és ha visszagondolok Aaron Hernandezzel, hogy mennyit cikkeztek kettejükről, hogy tényleg milyen irányba viszi el a futballt, akkor tényleg arról beszélhetünk, hogy, hogy egy új szakaszba lépett a futball. A Titan nem csak blokkolásra használják, az eddig is tiszta volt, hogy elkapásokra, az is, de az, hogy ő ki tud menni a pálya szélére, az, hogy tényleg őre külön kell figyelni egy-egy emberrel, ez tényleg egy nagyon-nagyon színvonalas és színes futballt hozott el nekünk, és ez a Patriots tökéletesen kihasználta. Aztán ugye láttuk az árnyoldalát, hogy egy ilyen szörnyet, egy ilyen testi adottságokkal bíró játékost ütnek, vágnak, akkor egy idő után azért nem tud már olyan teljesítményt nyújtani, és szerintem így azért tényleg emelt fővel, győzelemmel tudja abbahagyni, tehát ennél jobb befejezést nem lehetett volna kívánni neki. Ettől függetlenül az a Gronkowski, aki pár éve láttunk a ligában, az nagyon-nagyon fog hiányozni, mert ilyen domináns személyiség nagyon kevés van az NFL-ben. Ja, visszavonulásáról néhány napja beszélt egy családi vállalkozás, vagy olyan startup sajtótájékoztató kapcsán, és így Gronkowski, aki mindig füligérő mosoly, meg hatalmas vagány, azért egy picit el is érzékenyült, meg egészen borzasztó dolgokat mesélt, hogy mi történt vele a Super Bowl után. Igen, talán az a vémisztő, hogy akkor érzékenyült el, amikor arról beszélt, hogy mennyire nehéz volt folytatni, és mennyire nehéz volt játszani, és tényleg az jött ki rajta, teljesen őszintén, tehát azért soha nem volt póker arca, tehát mindig láttad, hogy ami a szívén, az a száján elmond mindent,
hogy nem esett jól neki a játék, nem tudta élvezni, nem akart játszani, és ezen az esemény is elmondta azt, hogy lehet, hogyha majd visszajön ez az öröm, hogy ő akar játszani, akkor lehet, hogy visszatér, lehet, hogy ez 3 hónap múlva lesz, lehet, hogy 2 év, lehet, hogy 5 év, lehet, hogy soha, de egy per pillanat egyszerűen nem akar játszani, nem esik jól neki, és már nyilván beszélünk erről a témáról indulás kapcsán is, hogy ezen a héten Luck visszavonulása és Gronkowskinak ez az eseménye kapcsán elég előtérbe került az, hogy milyen szintű fizikális felkészültség kell, és hogy mennyire igaz az, hogy a második héttől kezdve nincsen egészséges NFL játékos. Tehát attól, mert még, hogy valaki nincs a sérült listán, ez nem jelenti azt, hogy nem fáj nagyjából mindene, és Gronkowski is itt ezt emelte ki nagyon, hogy az, hogy a Super Bowl-ba tudott játszani, az, hogy föl tudott készülni erre a szezonra, az mennyi energiát és áldozatot hozott tőle. Sanyi, lecsapolhatunk belőled egy liter vért? Hát most ne, de... Rob Gronkowskiból egy liter vért csapoltak le a combjából, és utána meg is mutatták, hogy melyik volt az az ütközés, és 12-1 tucat, és ehhez képest perceket tudott hónaponkon keresztül a saját elmondása szerint aludni, és indokolatlannak tűnik már a visszavonulás bejelentése után hetekkel kvázi ezzel takarózni, úgyhogy hát azért, amit ő kapott, azért az nem mindennapi volt a ligában. Arról nem beszélnek soha a játékosok, amik tart a karrierje, hogy mi megy keresztül. Tehát mindenkinél utána jön ki az, hogy ez mennyire pszichés harc. Rengeteg játékos beszélt arról, hogy meddig jut el a ligába, hogy tőle féljenek. És utána meg kell tartani tényleg azt a pozíciót, azt a státuszt, hogy mindenki féljen tőlem, hogy én egészséges vagyok, nekem semmi bajom, és ezt nem adom el addig, ameddig én nem hagyom abba. És akkor utána derül ki, hogy Jason Taylor a lépcsőfordulóban állva alszik, mert olyan fájdalmai voltak, és akkor lehet beszélni, hogy milyen problémák, és mi megy keresztül, és nem csak ő, hanem a családja. Tehát az, amikor a hozzátartozó, hogy nézik azt, hogy te minden nap sírsz, szenvedsz, minden lépés reggel segítened kell, tehát azért ez kegyetlen. Egy másik visszavonulónk is volt, és búcsúzunk most Rob Gronkowskitól, akinek a nevét azt azért alaposan meg kellett gulugulóznom, mert nem tudom, hogy beszéltünk-e róla az adásban. Ugye Paul Warrior-ról van szó, aki ugyancsak visszavonult, ő más miatt került be a flopba a holt szezonba, Sanyi. Igen, nem a neve miatt, hanem ugye megszoktuk azt a játékosoktól, hogyha hosszabb időt eltelt ez egy csapatnál, eligazolsz valahova, majd utána egy 24 órára visszamész a csapathoz, egy napot eltöltesz, visszavonultatják magad és eljössz. Ez picit egy más aspektusban, valójában annyit csinált, hogy leigazolta magát, amikor aláírta a Ravenshez, majd bejelentette a visszavonulását családi okokra hivatkozva, hogy neki igazából ebből már elege van. És itt kapcsolódik az egész téma nem csak Luckhoz, nem csak Gronkowskihoz és nem csak az összes NFL játékos fájdalmához, de ez az NFL, meg az összes ilyen kontaktsport arról szól, amikor sorozatban terhelés alatt állsz, hogy mennyit bírsz ki. Tehát nem is arról, hogy mert mindenki tudja, akivel egy kicsit is játszott, vagy kicsit is próbálta, vagy bármilyen más kontaktsportban játszott, hogy mindig vannak fájdalmaid. Terítődsz fájdalommal. Ez lehet, hogy már az első héten, lehet, hogy a 16. héten, teljesen mindegy, csak az a kérdés, hogy mekkora nyomás alatt tudsz még teljesíteni ugyanúgy. És ahogy mondtátok, hogyha egy picit is megérzi az ellenfél a fájdalmadat, vagy látja rajtad, akkor egy kicsit olyan a dolog, mint amikor a kutyáknál, hogy a gyengébbre rá lehet ereszteni, és egy-egy ilyen hiba, amikor te nem vagy 100%-osan egészséges, ezért nagyon fontosak a sérült lista, hogy ki van sérült listán, ki nincs sérült listán, ki kerül le róla, ki kerül rá vissza, mert azt az oldalt támadják, akár offense, akár defense oldalon. Szóval nagyon érdekes, de az, hogy egyre több olyan játékos van, és erről majd Zoli is fog beszélni a visszavonulók kapcsán, és Andrew-ként is, akik idejekorán, vagy nem szoktuk meg azt, hogy 5-6-7 év után visszavonulnak, arra hivatkozva, hogy nekik ez köszönöm szépen elég volt. És nagyon, itt jön az a kérdés, hogy mennyi az az idő pozícióként, amit el tudsz tölteni a ligába úgy, hogy még akkor tud visszavonulni, hogy még igazából nincsen olyan egészségkárosodást, ami rányomja a bélyeget a további életedre. Az látszik, hogy a játékosoknak egyre inkább fontos az, még Derrick Rose mondta, hogy NBA-s példát hozzak, mert nagyon vártátok, hogy szeretne elmenni a saját lábán a fia érettségiére, és ezért ez így egyre inkább... De még játszik? Játszik, igen, játszik. De hogy amikor elkezdte átértékelni, hogy miből hogyan kell visszatérni. Zoli a visszavonulók helyett inkább az előszezont, pre-seasont vette górcső alá, mint egy olyan jelenséget, amivel egyre több szakértőnek, így Zolinak is baja van. Hát valljuk be, azért a jelenlegi formájában ennek nincsen nagyon értelme. Nem véletlen, hogy egyre több edző már nem nagyon játszatja a kezdőit, tehát ugye Sean McVay hozta el ezt talán az NFL-ben leginkább, hogy ő egyáltalán nem játszatja a kezdőket, egész NFL-ben nem látjuk, vagy egész preseasonben nem látjuk Jared Goffot, és korábban az volt a hagyomány, hogy a második meccsen valamennyit játszanak a kezdők, a harmadikon pedig akár 2 vagy akár 3/4-et is játszanak. Ehhez képest
négy olyan kezdőirányító is van, Aaron Rodgers, Jared Goff, Carson Wentz és Philip Rivers, akik egyetlen egy snappet nem játszottak. Trubiskyt is nyugodtan tedd oda, azt nem. Igen, tehát Trubiskyt hoztam volna még, aki három plate volt a játék. Futójáték. És mind a három futójáték volt. Ennek mi értelme, hogy fölküldöd az irányítódat három játékra és mind a három futójáték. Ennek a jelenlegi formájában nincsen nagyon értelme, tehát szerintem előbb vagy utóbb, inkább előbb a négy meccsből kettő lesz. Arról nem is beszélve, hogy a szezonbérleteseknek ugyanúgy számítanak bele a preseason meccsre jegyek, mint az alapszakasz meccsre jegyek, és erre kifizetni ugyanannyit, mint az alapszakaszra, annak semmi értelme, és azt mondják inkább az edzők, hogy több értelme van a közös edzéseknek. Ott azért vannak ütközések, ott van versenyhelyzet. Közös edzés alatt azt jelenti, hogy két csapat együtt edz. Tehát, hogy több, két csapat. Igen, Aaron Rodgers nem így gondolja. Igen, mondjuk ott bunyó is szokott lenni általában, de... Ez egy más kérdés. Még valami életélet van. Ott a versenyhelyzet. Igen. Tehát, hogy ezt mondják a csapatok, a meg több játékos. Volt egy játékos, aki azt mondta, hiszen Philip Rivers, hogy egy ilyen közös edzésből több haszna volt, mint három preseason meccsből. Többet tudott tanulni belőle. Ja, mondjuk, nem játszik a preseason meccseken, tehát jó, a nullánál az egy is több. Tudod. Régebben játszott. De én nem tudom, hogy mondjátok, Hall of Fame game-et Ricsőek közvetítettük. Ja, nagyon jó volt. Annyira jó volt. Joe Flacco jó játszott? Matt Ryan? Mindenki nagyon jó. Julio Jones-nak jó meccse volt, nem? Úristen, tényleg, mint a sajtreszelővel. Borzasztó. Ja, nehezen értelmezhető az ilyen full kontakt sportágokban az edzőmeccs fogalma, főleg úgy, hogy ahogy te is mondtad, a második meccstől már de mindenki... Az NBA-ben a nyári liga, az mennyire... De ez nem, de az NBA-ben is van preseason. Tehát hogy a nyári liga az inkább olyan, mintha nem tudom, az edzőtábor keret lenne. Tehát ott az edző meccseken, vagy a preseasonben azért már az a keret játszik, csak eltorzított játékperceket. De egyébként ott is elkezdték rövidíteni az NBA-ben is, mert senkinek nem szórakoztató igazából. Ugye ma lesznek a negyedik meccsek, és sehol nem fognak játszani igazából. Ennek van a legkevésbé. A negyedik heti az tényleg igazából az. Igazából a roster szűkítés miatt. De úgyis tudják. Bruce Arians az első héten elmondta, tehát három hete elmondta, hogy már most 60-ra le tudná vinni a keretet, 60 főre 90-ről. Semmi szüksége nincs a következő. Tehát a negyedik meccs azért kell az a hét még szerintem. Szerintem nem. Nem úgy. Szerintem mindenki tudja. Ha nem megyünk el reklámra, akkor nálunk is keretszűkítés lesz, és én fogok kiesni. Akkor folytassuk! Mondd nekik ezt a labdát! Hamarosan érkezünk! Folytatjuk a szezon első trash talkját, ugyanis hamarosan kezdődik az NFL-nek az alapszakasza, és az alapszakasz előtti megelőző holtidényt fogjuk most kivesézni, hogy beszéltük. Holtidény itt onnálod! Ahogy ezt már az műsor elején elmondtam, a Facebookon továbbra is várjuk, és Instagramon, hogy mi a nyáron a legnagyobb teljesítményedre beszéltük, hogy a srácoknak mit sikerült összehozni, mi pedig folytatjuk a rossz dolgok után a jó dolgokkal. Például, aki követte az NFL közvetítéseket, azt tudja, hogy Sanyi nagyon lelkesen reklamált mindig, amikor a pass interference-t nem challenge-elték a játékvezetők, míg aztán kiderült, hogy ez nem ad lehetőséget a törvény. Ezt meghallotta Roger Goodell, és azt mondta, hogy legyen Sanyinak igaza, lehessen challenge-elni a pass interference-t. Ennek annyira megörültünk, hogy Zoli ezt hozta a holtszezon legjobb fejleményeként. Mit lehet akkor mostantól csinálni, mit nem lehet csinálni, a Saints-Rams mennyire volt kiváltóka ennek a döntésnek, mit tudunk erről? Igen, Sanyi hangosan kérte, hogy challenge-elhető legyen, de talán New Orleans város egy kicsivel hangosabban, akik azóta nem tudták túltani magukat ezen, hogy azzal a részével kezdjem a kérdésnek, 100%-ig vállalható fújás volt. 50-50 volt. Taggyorsra fejelt a csávot. Most akkor mindjárt előveszi az asztalon a nem sapkáját és fölteszi. Így dőlt el, na mindegy. Tehát az 100%-ig az indította ezt el. Tehát az a fújás, nem fújás, hogy mi történik most, bármikor lehet dobni a piros zászlót. Akár volt pass interference, akár nem volt pass interference, akár támadó oldalon, akár védő oldalon, akár a labdánál, akár nem a labdánál. Úgyhogy jó ez nekünk? Még nem tudjuk. Hát előszezonban láttuk, hogy nem. Tehát ott kettő olyan dologra dobta be, és amire én emlékszem, és ami Twitteren azért kiverte a biztosítékot, az még pont a holofi meccsúnak második. Az egyik az kamu volt. Tehát Twitteren eléggé szeretnek emberek biztosítékokat kiverni, ott az... Nem, a második az abszolút, tehát... Hogy... Az nem volt rossz hívás. Nem, a bedobta, de az, hogy úgy maradt. Nem változott. Az nem volt rossz hívás.
Majd elmondom reklámszünetben. Én azt mondom, hogy menjünk tovább, nem? Vízivel megbeszéljük. Azt mondom, hogy megfőképpen kezel, és ha már beszélgettünk a preseason meccsekről, a játékvezetőknek is ezeket az új szabályokat kell valahol alkalmazniuk, és szerintem arra mindig látunk példát, hogy a preseasonben ezeket próbálják pro és kontra, hogy mire menjen, mire ne menjen, ott az edzők is megnézik, hogy ez tényleg érdemes. Nekem ez a problémám, hogy az edzők amúgy nem nézték meg. Igen. A preseasonben. És ez ahhoz képest, hogy új szabály van, azt vártad, hogy majd dobálják be a piros zászlókat, hogy nézzük meg, mit engednek, mit nem engednek. Az elején volt 2-3 nagyjából, és így hagyták. Tehát azt vártam volna, hogy legalább minden edző egyszer bedobja, hogy megnézze, hogy nagyjából hogyan is néz ki ez a szabály, úgyhogy kicsit élesbe fogjuk ezt tesztelni az első héten. Ez kell egy olyan helyzet, ha lehozom 2-3 meccset, nem tudom, mindig van azért, főleg ilyen helyzetekben. Jó, hát olyan, mint a Saints-Rams. Bill Belichick volt olyan, hogy kb. Elismerte a meccs után, akit azért nem tartunk rossz edzőnek, hogy kb. Elfelejtette és hozzá kell szokni ahhoz, hogy ez challenge-elhető, mert volt olyan, ami pass interference lett volna, nem dobta be a piros zászlót, és így nem is lett az. Laikus kérdés közepesen. Van még, tehát hogy hány olyan dolgot lehet challenge-elni, amikor a fújás elmarad? Tehát olyat nem lehet challenge-elni, hogy figyelj, nem volt az például holding? Meg ilyeneket nem lehet challenge-en. De semmi, ami ilyen szubjektív. Ez az első. De olyan, ami nem történt meg. A meg nem történt dolgokból hány? Tehát mondjuk touchdown-t lehet, hogy azt mondod, hogy ez touchdown volt, de azt mondták a pályán, hogy nem touchdown. Meg fumble-nél ugyanezt lehet. Viszonyítunk a... De ott is van ítélet? Hogy nem volt fumble. Itt is az az ítélet tulajdonképpen, hogy nem volt. Egy elkapás. Az számít, hogy egy elkapás. Igen, csak ott elvileg ott azért nem szubjektív, mert Metzi a vonalat, vagy nem. Tehát ez elvileg a szabad szemmel, vagy visszajelzések által el tud konkrétan dönteni, hogy fekete vagy fehér. Aztán látszik, hogy nem mindig, akkor szokott az lenni, hogy akkor marad a hívás, tehát nem megerősítve. Nagyjából, hogy hát ez úgy tűnik, de nem tudjuk fixen. Szerintem itt azért biztos lesz feszültség, mert meccs felfogás, bírói stáb felfogás, hogy ez most pass interference vagy nem. Tehát elkezdődik egy meccs, az első negyedben már tudod, hogy fúj a bíró nagy részt. Itt az a kérdés, hogy akkor a négy-négyen keresztül úgy fúj a bíró, szerintem játékosként, de saját tapasztalatban is az volt a legrosszabb, amikor elkezdtünk egy meccset, hagyták a keményebb kontaktot minden pozícióban, majd a harmadnegyedre kijöttünk, és nem. És egy teljesen más típusú felfogású bírói felfogás volt az, amivel hívták a játékot, és nem értette senki. Viszont arról már lehet hallani, nem változik, tehát nem, ezért nem lesz lassabb a meccs, bár a 2 percen belül viszont azt néznek vissza, amit akarnak, akkor tehát ott lelassulhat, de arról már lehet hallani, hogy szó szerint edzők már úgy alakítják ki a taktikát, hogy na ez a játékos azért eléggé szereti a kezét használni, ez a védőjátékos, úgyhogy őt egy az egyben hagyjuk ezzel a játékosunkkal, és akkor majd dobjuk be a piros zászlót. Uh-huh. Nagyobb már van az, hogy jönnek az majd a floppok, mint Rómánál. Nagyobb valószínűsége lesz annak, hogy el fogja követni a szabályt. Akár még az is történhet, hogy egy igazságosabb NFL-hez jutunk. Nem. Jó, de amúgy elméletileg közel. Hát az ilyen brutális anomáliákat kihordhatja, de pont ugyanezt hozhatja a még több konfliktust. Tehát... Jó, de ez egy olyan peak volt az NFL történetében, szerintem nagyon kevés ilyen precedens jellegű dolog van, amikor mindenki látta. Egy Super Bowl múlik rajta. Tehát. Mindenki látta, és mégsem repült sárga. Ilyenkor azt gondolom, hogy teljesen jó döntés az, hogyha megfelelőképpen alkalmazzák ezt a szabályt, hogy erre igenis lehessen dobni pirosat. Az meg egy más kérdés, hogy neki vannak más aspektusai, és nem lehet állandóan pirosat dobni, meg más lesz a megítélése, de ettől függően nem tartom rossz ítéletnek, vagy nem tartom rossz döntésnek, hogy meghozzák ezt a lehetőséget. Itt mindig az alkalmazásban rejlik a kulcs, hogy hányszor és hogyan. Meglátjuk, hogy milyen lesz, amikor már az alapszakaszban élesben alkalmazzák, mint ahogy az egyik felét biztosan meglátjuk annak, amit Mark kiemelt, mint a Holt idény topja. 2 játékos csapatváltásáról van szó, az egyik Odell Beckham Jr., a másik pedig Antonio Brown. Beckhamet szinte biztos, hogy fogjuk látni a csapatában, Brownt meglátjuk. Miért gondolod, hogy ez a 2 játékos mozgás kiemelkedő eseménynek számít? Amikor a liga egyik posztján a top 5 játékos közül 2 csapatot vált, és nem úgy, hogy szabad ügynök lesz, akkor szerintem azért mindenki felkapja a fejét, és ez történt ott is. És igazából az az érdekesség, hogy van 2 játékos, az egyik tényleg ereje teljében, talán a csúcsa még bőven hátra lehet Odell Beckham Jr.-nál, a másiknál szerintem már túl vagyunk, hogy valószínűsíthető, ezt ugye nem fog megtudni, de egyik játékos sem akarta a csapata a klubjánál. Tehát azért ott tartunk, hogy ilyen-olyan okokból, de nem szerették volna, hogy ott maradjon. Ugye Ben Roethlisbergerrel eléggé keményen összekapott Antonio Brown, és még mai napig tartja azt, hogy hát ők sose voltak barátok, csak Roethlisberger ugye egy eszköz volt neki, hogy ő sztárrá váljon.
Még Odell Beckham Jr. szerintem soha nem utálta New York városát, cserébe a Giants sokkal jobban utálta több irányból Beckhamet, úgyhogy ez egy nagyon fura történet, ami sose fog kiderülni, mert Odell Beckhamet mindenki szerette, viszont egy nagyon jó csere alap volt így neki, és a Cleveland Browns-ba elment, ahol haverokkal focizhat most egy olyan csapattal, ahol szerintem ő is hozzátehet a névjegyét, hogy szintet lépjen az a klub. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas csere, és szerintem azért a holt szezonban szerencsére azért kevesebb probléma a Fesco volt, így azért ellenézték stimmelt Beckham Juniorért? Ennél többet nem tudom, hogy más csapatból kiúszhattak volna. Tehát az, hogy kaptok egy első kört, egy harmadik kört, és egy játékost, aki egy kezdőszintű játékos, úgy, hogy nyilvánvalóan árulta a csapat, ez mindig lejjebb viszi az értéket. Ha úgy, hogy Beckham be van betonozva a Giantshez, akkor elhajtotta volna a Giants valószínűleg ezzel a csereértékkel, szerintem. Szerintem Beckham még inkább az lett volna vele, mint amit Kerül megkért adott mondjuk a BF. Tehát a kettő első kör, az azt gondolom, hogy inkább ez lett volna reális. Hát egy pici stíl azért van benne. Persze, mert el akarták cserélni, ez tipikusan az a helyzet, amikor tudod, hogy árulod, akkor kevesebbért tud vinni. De egyelőre legalább a Clevelandben úgy tűnik, hogy jó helyen van. Ezzel szemben ugye a Pittsburgh Steelers megszabadul Antonio Browntól, és kíváncsi lennék, amikor az első tweetet olvastátok, akkor hittetek-e a szemeteknek? Mert megmondom őszintén, amikor Redditet pörgettem, hogy akár nem fog pályára lépni Antonio Brown, amíg ezt a sisak típust használja, akkor azt hittem, hogy ez valami, nem tudom, fake account. Picit előttem a point, mi történik Antonio Brown-nal jelenleg az Oakland Raidersnél? Hát ugye az a sisak, amit ő használt, az be van tiltva most már az NFL által. Tehát ez... Hát, hogy nem védi eléggé a így van, órát. Tehát a tesztek alapján azt mondhatja, hogy azért olyan fejsérülés, nem gátolja annyira a fejsérüléseket, mint a modernebb sisakok. Erről egyébként már két éve lehet tudni, végebb óta, hogy ez be lesz tiltva, és ezek a játékosok, akik ilyen sisakot használnak, kaptak egy év türelmi időt a 2018-as szezon, de utána meg volt mondva nekik, hogy le kell váltani. Például Tom Bradynek ez megtörtént, például Aaron Rodgersnek ez megtörtént, Antonio Brownnál megtörtént volna, de ő azt mondta, hogy nem, ő akkor is a régi sisakba játszik. De ez most már direkt csinálja. Nem igazán tudjuk, hogy itt mi volt a cél, mert valószínűleg megint egy kicsit, mint a csevéje környékén, szívesen csinál hülyét magából, annak érdekében, hogy a végén megkapja a nagy pénzt, mert most is az van, azt mondják, hogy lesz egy sisak szponzorációja neki, egy szponzorációs szerződést kötött egy új sisakkal, és mint kiderül, elméletileg erre ment ki az egészen az elejétől. Most Antonio Brown fél év alatt emberileg nagyjából minden csapat szurkolójánál leírta magát teljesen, cserébe tele a kassa. Most mindenki döntse el, hogy ezt hogyan ítéli meg. Hát igen, mert egy sima sisakváltás esetén mikor cikkeztek volna Antonio Brownra, és hogyha meg lesz ez a deal, akkor mindenki írhatja, hogy jó, akkor folytatom, ebben a sisakban fogok játszani, lehet promózni ezt a vonalat, de nem tudom, tehát ez az ember először lerohadt a lába, aztán utána lerohadt szegénynek a feje, mert jégvérséget csinált, nem értem Antonio Brownnal, mi van az elmúlt időszakban, lövöldözi közben Ben Roethlisberger, tisztán látszik, hogy tényleg nem volt túl jó a kapcsolat a kettő között, és közben meg kerül neki a rövid videók, ahol porigalázza bármelyik cornerbacket a campben, ami kikerül. Tehát ez benne a bosszant, és ezért nem tudja senki hova helyezni. Viszont heteket, napokat vesztettek el kárral, hogy együtt dolgozzanak és finomítsanak ezen a munkán. Szerintem ez most így az elmúlt fél évben, mondom, több esetben kijött, hogy azért Brownt jóval jobban érdekli a saját pénztárcája, mint az, hogy a csapatának hány győzelme lesz. Mert kimaxolhatja. Tehát ugye ő most a 30 pluszos játékos, itt most ami a csövön kifér, azt be kell gyűjteni. Tehát... És ettől függetlenül, hogy most emberileg tényleg nálam is, meg szerintem nagyon sok embernél leírta magát, tegyük hozzá, hogy Antonio Brown az egyik legjobb elkapó az NFL-ben, ez nem változott. Csak nem fekete-fehér a dolog. Nem érdekli. Abszolút nem érdekli. Tehát, hogy ki mit gondol róla? Lesz két jó meccs, akkor el fogjuk ezt felejteni, csak hát jussunk már el odáig. Nem fogjuk elfelejteni. Nem. Senki nem. Mindenki attól még egy tipik primadonna lesz. Ő egy ilyen... Betűs öcsre végül. Ő egy tróger, de nagyon jó játékos. Ez mindig a dilemma a kluboknál, amikor van egy nagyon nagy tehetséged, de közben bomlasz, hogy meddig tartod a csapatodban, és mikor az a pont, amikor azt mondod, hogy oké, hogy 1500 yardos elkapó, de kösz, elég volt. A Steelersnek elég volt. Antonio Brown fesztiváljának esélyesen volt egyébként ugye a fű alatt maradni, ugyanis a Hard Knocks stábja az idén Oaklandben vert tábort, és közvetlen közelről lehetett látni akár ezt a szituációt is. Mit hoz idén a sorozat, Sanyi? A jobb szezonok között tartott számon? Vannak-e kedvenc pillanatok? Hogy állunk a Hard Knocks-al idén? Szerintem ez bomba jó lett ez a rész. Nem tudom, talán a Texans is nagyon jó volt, ami így megmaradt.
de azt gondolom, hogy csupa olyan ember, akire én kíváncsi voltam, hogy Gruden milyen, amikor tudtuk, hogy azért régen is jó edző volt, elment a tévbe, ott egy kicsit más arcát adott, és mikor visszamegy a pálya szélére, akkor majd igazából ő milyen lesz, hogy tényleg tud-e hatni a játékosokra, milyen dumája lesz, hogy oldja meg ezeket a dolgokat. De az egy emlékezetes csapatról van szó, és így nem mehetünk el Madden mellett sem, és a régi dolgok mellett sem, és ugye bemutatták ezt a backbreaker nevezett dolgot, amikor a 7 emberes shieldet elkezdik püfölni a játékos, és az alap felszerelés az offense falak edzésénél, és azt gondolom, hogy egy picit kaptunk abból, hogy igazából hogy néz ki ez, hogy tényleg mennyi munka van egy ilyen táborban, de azt is megtanuljuk majd, vagy látni fogjuk, hogy amikor emblematikus figurákkal találkozunk a pálya szélén, a pálya mellett edzőkkel, játékosokkal, volt játékosokkal, újoncokkal, akkor mind-mind olyan dologról tudnak mondani, ami igazából nagyon nem jön át, mert nem éltünk át egyikünk se ilyen training campet. Hát például itt van egy nagyon jó példa Charles Woodson személyében. All Pro, és találkozik azzal az újonccal, aki lehet, akár kapitány is lehet majd ennek a secondary-nek. Az az alázat, amit Abram mutatott a campben, az azt gondolom, hogy minden minőségében predesztinálhatja őt arra, hogy kapitány lesz. Az, hogy ez egy év, két év, egy borzasztó harapós, agresszió, nagyütőről van szó, aki tényleg a pálya egész részét be akarja játszani. És azért Woodson elég jó példakép ahhoz, hogy tényleg az ő nyomdokaiba tudjon lépni. Valószínűleg saját magát látja ebbe a fiatalemberbe, és azért még látjuk, hogy jól tartja magát. Tehát így abszolút. Szóval ez a camp ez nem csak arról szól, hogy bóckodunk, rögünk, hanem tényleg vannak olyan emberi dolgok is, amit nagyon keveset látunk a játékosokból. És talán a következő, és szeretném, hogyha majd lesz egy régi kép róla, amikor egymás mellett van Gruden és McVay, és hát akkor mi együtt dolgoztak a Tampa Bay Buccaneers, tehát az ő kapcsolatok azért onnan gyűrűződik, és nagyon-nagyon sokat akart elmondani róla. Itt látjátok a jobb oldalon, ő az úriember, aki még egy picit kevesebb ránccal rendelkezik, és tenne ki tudott nőni. Tehát ők azért, amikor együtt dolgoztak, valószínűleg akkor nem tudta annyira megcsillogtatni a tudását, hogy neki milyen memóriája van, mennyire jó hívja a playeket, mennyire tud felépíteni egy offenszt, de Gruden az a fickó, akit szerintem semmilyen szinten az NFL-ben nem lehet kikerülni. És arra jó még ez az egész Hard Knocks-os dolog, hogy olyan dolgokat kapok én extrában meg a játékosokról, edzőkről, amiről nekem nem volt fogalmam. És ez ilyen nagyon jó plusz olyan, ami felkapom, és akkor utána nézek bármilyen fórumon, és azt mondom, hogy így kaptam teljes képet az egészről. Én nagyon sajnálom, hogy a többi major sportból ez hiányzik, szívesen néznék ilyet. Pedig egy NBA-ben simán. Abszolút. Egyébként meg nincs ilyen törekvés NBA-ben? Hogy... Nem tudom, én azt tudom, hogy a Netflixen megcsinálták a Forma 1-es dokumentumfilmet. Az is nagyon jó. Az amerikai futam sold out, úgyhogy lesz második szezon már Ferrarival, már mondták, hogy ja, akkor most már mi is. Ja, ez rájöttünk, hogy jó, úgyhogy a Hard Knocks-ot, aki tudja, hogy az nézze. Mi pedig vegyük górcső alá a Raiders mellett, akit egyébként kiemelkedő off-season mögött áll, vagy előtt mögött állnak, igen. Vegyük górcső alá a másik két csapatot, akivel meg voltatok elégedve. Zoli a Cleveland Browns-t hozta, mint aki a házi feladatát legjobban elkészítő csapatot. Igen, tehát azt gondolom, hogy... Hogyan ne készüljek ennyi szezonnyitóra? De ez a Browns, tehát a Clevelandnél valószínűleg van jobb csapat az NFL-ben, bár lehet, hogy februárban megtudjuk, hogy nincs, de izgalmasabb biztosan nincs. Izgalmasabb csapat a Brownsnál biztos vagyok benne, hogy nincs, mert annyira sok minden alakult az elmúlt fél évben, és eleve amilyen irányba elindultak tavaly. Baker Mayfieldről egy egész adást el lehetne beszélgetni csak a pályán kívüli magatartásával, és a pályán is azért vezévén nőtte ki magát. Beszéltünk arra, hogy Odell Beckham Jr. érkezett Kareem Hunt, nyilván egy ilyen kettős dolog, most itt a pályán való dolgokról szeretnék inkább beszélni. Ott azért egyértelműen hozzátesz a csapathoz, nagyon jó koordinátorok jöttek, nagyon jó szabadügynökök jöttek, igazán nagy távozó nincsen, talán Kevin Zeitler, és pont ez lesz a legnagyobb kérdőjel a Clevelandnél, a támadófal, de távozók között említhetjük Hugh Jacksont és Greg Williams, de ez inkább segít, hogy őtőlük megszabadultak, és azt gondolom, hogy a Brownsnak a fogadóévadáknál ők az esélyesei az AFC északi csoportjának, és nagyon nagy esély van rá szerintem, hogy idén rájátszásba jutnak. Azt hiszem, amióta a Sport TV-n van NFL, először lenne ilyen.
Idén nincsen ilyen sörös vállalás, hogy győzelem után ingyen sör a városnak, gondolom. Szerintem nem járnának jól vele. Ez már nem. Ha már playoff és ha már Browns, ugye tavaly, amikor itt volt nálunk Hajdú Marci, azt mondta, hogy ha playoffba jut a Browns, akkor kapunk tőle egy Browns mezt. Ő előre iszik a medve bőrére, és már itt figyel a stúdióban a Cleveland Brownsnak a meze. Úgyhogy irány a playoff, és hát tényleg ez szerintem kevés olyan dolog van, amit így a tizen sokadik idény után el lehet mondani, hogy na ilyet még nem kommentáltunk, egy Cleveland Browns playoff meccs az ilyen lehet. Mi a helyzet a Green Bay Packers-szel, egy olyan csapattal, aki Mark szerint a legfullosabb off-season-t hozta le? Ha nem is a legfullosabb, de azt mondod, hogy izgalmas olyan szempontból, hogy tényleg az elmúlt egy-két év a Green Bay Packers-en nem úgy sikerült, ahogyan tényleg arra számítottak. És megvolt az edzőváltás, Mike McCarthy hosszú-hosszú év után, szenvedés után szakított párjával, Aaron Rodgers-el, és Aaron Rodgers lett a ház. Szerinted McCarthy szakított, vagy Rodgers? Ki maradt a házban? Ő maradt a házban, tehát hogy akkor... Inkább Rodgers szakított, szerintem. Hát, lehet. Lehetséges. Amúgy ez is volt a baj a végén már McCarthy-val, hogy Rodgers, már bejött egy játék, és Rodgers azt mondta, hogy ezt inkább most nem fogjuk játszani, majd én mondom, hogy mit csinálunk. Igen, és McCarthy meg a szokásos apátja, hogy állt a pályán. Nem ezt hívtam. Igen. Na mindegy, szóval hogy szerencsére ennek vége, szerintem ez a legnagyobb off-season húzás, hogy ennek vége, hogy ez a szenvedés, hogy mindenkinek erről cikkezzek, hogy Matt LaFleur lett a vezetőedző, nem tudjuk, hogy ez hogy fog működni, de legalább végre valami más, az állóvizet felkeveri. Aaron Rodgersnek utolsó 4-5 éve lehet, vagy nem tudjuk mennyi, és alapvetően pár játékos húztak, hogy kezdőjátékosok lehetnek. Tehát ilyen szempontból az Adrian Smith, Preston Smith kezdőjátékosok, de nem klasszisok. Adrian Amos ugyanez, Billy Turner a támadó falba ugyanez, de szerintem ennél több a Packersben nem feltétlenül kell. Itt az kell, hogy Aaron Rodgers megint nyissa ki a fegyvertárát, játssza azt, amit a legjobban tud. Matt LaFleurrel értsék meg azt, hogy mi az, amit ő a legjobban tud, mi az, amiben Matt LaFleur segíteni tud, mert azt kell megérteni a vezetőnek, hogy segítsen Aaron Rodgers, mert ha nálad van a legjobb, akkor csak segíteni kell, hogy ő tényleg azt hozza ki magából, ha nem, akkor az alapvetően kettőjük kudarca, az ego kudarca. Szerintem fontos amúgy, hogy Mark mondott a Rodgers pályafutásával, hogy hol tart most, hogy talán ez volt az utolsó lehetőség, hogy még kíváncsiak ebből a McCarthy által való apátiából, és még valami legyen Rodgers karrierjében, és egy Super Bowl-é versenyezhessenek, mert tényleg McCarthy-val ez a szürkeség nem vitte volna őket előre. Ahhoz képest, hogy Mark szerint a LaFleur Rodgers tandemnek tökéletesen kéne működnie, nyáron jelentek már meg rögtön repedések vagy pletykák, de erről majd a reklám után fogunk beszélni. Érkeznek a frappánsabbnál frappánsabb kommentek Facebookon és Instagramon a legnagyobb nyári teljesítményekről. Nekünk eddig az a legnagyobb nyári teljesítményünk, hogy csak 2 percet késünk, ezt igyekszünk behozni. Úgyhogy maradjunk is a Green Bay-nél, ahol ugye beszéltünk a reklám előtt, hogy az új vezetőedző Matt LaFleur és Aaron Rodgersnek jóban kell lennie. Ehhez képest felbukkantak olyan hírek, hogy voltak nézetkülönbségek, amiket aztán utána Rodgers azt mondta, hogy csak fake news, meg kattintásvadász címek. Mi lehet az igazság? Mike McCarthy-val nagyon jóban vagyunk, teljesen kiegyensúlyozott az együttműködésünk, és minden megteszünk azért, hogy a Green Bay Packers-szel bajnokok legyünk. Na, tehát nyilván van, tehát ez tök egyértelmű. Azért szerintem LaFleur is nagyon megkapja azt, hogy azért nem egy tapasztalt edző, nem az, akinek azért tényleg ott van az, hogy 10-szere Super Bowl győztes, és akkor Aaron Rodgers azt gondolja, hogy hát igen, akkor hallgatok rá. Tehát szerintem ő kőkeményen teszteli az új edzőjét, és én tényleg nem, tehát olyan, mint egy párkapcsolatban tényleg az, aki a Aaron Rodgers, az a rossz, aki folyamatosan keresi a konfliktus, hogy meddig mehet el a kapcsolatban, mi fér bele, meg ilyesmi, tehát vele nem könnyű, kicsit primadonna egyébként ilyen szempontból, szerintem élvezi is ezt, és ha rajta múlna, mindent ő csinálna, tehát neki nem kéne támadókorrend, tehát szerintem ő biztos, hogy van annyi ego benne, hogy azt gondolja, hogy ő a vonalról simán lehívná. Tehát én biztos vagyok benne, hogy ő ebből indul ki, és van benne szerintem azért kételj azzal kapcsolatban, hogy van nekem megmondja, mert én jobb vagyok, én már nyertem Super Bowl-t és társai, de szerintem itt az elején ez az ismerkedés alapvetően nem gond, hogy arról beszélünk, hogy most mekkora szabadságban, vagy azt, hogy ő azt mondja, hogy neki nem tetszenek a közös edzések más ellenfelekkel, míg a vezető edző azt mondja, hogy ez a legjobb lehetőség fejlődni, de ezek vélemények. Miért jobb az, hogy a sablonok jönnek ki? Inkább nem kell tagadni.
csak hát tudjuk, hogy a média mindenre ráugrik, és akkor ebből mit gerjesztene, de szerintem az, hogy van köszük ilyen. Inkább az a kérdés, hogy úgy csinálják-e, mint McCarthy-ék az utolsó szakaszban, hogy inkább hátat fordítottak egymásnak, vagy mondjuk ezután tényleg diskuráltak és megbeszélték a problémát. De fel kell fognia szerintem azt, amiről beszéltünk még a szünet előtt is, hogy neki is pörög vissza. Tehát az ablak záródik, Super Bowl-t akar nyerni, vagy hisztizni, és társai. Azért Mike McCarthy-val ellentétben LaFleur tudta, hogy mibe vág bele. Tehát azért Aaron Rodgersről mindenki tudja, hogy akármennyire is zseniális játékos, nem azért az oldalvonalakon kívül nem egy könnyű eset. Nem mindig, tehát sokszor azért akkor jössz rá, nem tudom, mindenkinek volt már olyan eset, belevágtál munkába, vagy elmentél olyan lánya randó, vagy bármilyen dolog. Bele. Tudod valamennyire, de amikor ott vagy abban a pillanatban, ismeri, és először pofán vág téged, akkor jössz egy hú, na ez tényleg kemény. Sejtettem, csak nem tudtam, vagy tudtam, csak nem sejtettem. Nem akartam elhinni, majd én tudom. Meg ha ez egy 3 évvel ezelőtti Rodgers konfliktus lenne, akkor érteném. De egy 7-9-es, egy 6-9-1-es szezon után, amikor most mennek egy ilyen társas kapcsolatba bele, amikor tényleg le kell tenni meg az asztalra, akkor azt gondolom, hogy egy picit nagyobb lojalitás és beszélgetés és türelem egymáshoz elférne mind a két részről. Rodgers nem könnyű fiú, és úgy tűnik, hogy az első hírek felbukkanása után ő volt az, aki próbálta hatást tanítani ezt a létező vagy nem létező bombát. Ezzel szemben lent Miami-ban Brian Flores, kíváncsi vagyok az olvasatodra, de páros lábbal beleállt abba, hogy megmutassa, hogy ki a főnök a házban. Azt hittem, azt mondod, hogy nyitott szájjal besétált. Te inkább így olvasod? Én így. Én úgy érzem, hogy Brian Flores, mint hűen a régi Patriots koordinátorokhoz, ő nagyon gyorsan elkezdte maga alatt vágni a fát egy hülyeséggel. Ugye, hát nagyon messzire kell visszamenni az időben, ugye Kaepernickkel indult az egész, amikor Kaepernick fölhívta a figyelmet az egyenlőségre Amerikában és a kisebbségek elnyomottságára, és Kenny Stills az egyike azoknak, aki kiállt Kaepernick mellett, és ő próbálja vinni tovább Kaepernicknek az örökségét az NFL-en belül. Kenny Stills a Miami Dolphins talán első számú elkapója, azt hiszem, hogy ezt mondhatjuk. És Jay-Z ezzel szemben, ugye a híves énekes. Édes táncdal. Idézőjeles, énekes, muzsikus. Művész. Ő lepaktált az NFL-lel, és valamelyest Kaepernick ellen ment ezzel a szerződéssel. Azt mondta, hogy túl vagyunk már ezen a térdelés dolgon, és lépjünk ezen. Hát Kenny Stills ezzel nem értett egyet, és ő így ennek hangot is adott, véleményt is nyilvánított, mivel a következő edzésen Brian Flores azzal kezdte az edzés, hogy az első fél órában csak Jay-Z számok mentek. És így nem érted, hogy ezzel mit akart elérni? Azt mondta, hogy azt, hogy Kenny Stills megtanulja, hogy olyan körülmények között is a maximumot nyújtsa, amikor azok nem ideálisak. És mi a Jay-Z számok, tehát ez számomra teljesen értetetlen. Idegben van, és akkor is meg kell csinálni a melót. Hát, ez milyen üzenet a csapat felé? És ez milyen üzenet a játékosodnak is, hogy most őt így kiveszed egyedül, hogy na akkor neked akkor is megmutatom, hogy csináld meg így. Ezek a Bill Belichick, ő mindenre gondol. Nem, ő Bill még a legrosszabb számod is elhozza. Nem, Bill Belichicknél, na most ez nagyon, szerintem az nagyon fontos, hogy szerintem a Bill Belichicknél ez nem történik meg. Nem ismeri Jay-Z-t. Nem azért ismeri Jay-Z-t. Bon Jovi tett volna be. Viccen kívül, tehát hol van az a... Mark Wahlberg filmek és Bon Jovi. Nem, hogy hol van az a vezetőedzői dolog, hogy ezzel most foglalkozok, és ennek nagy feneket kerítek, vagy leülök négy szemek, és elmondom a játékosnak az én véleményemet, de az, hogy piedesztára emelem, és akkor mindenki előtt én állást foglalok valamiben, azt szerintem nem jó. Összes Bill Belichick tanítvány itt bukik el, hogy mindegyik valahogy újszerűen, de Bill Belichick akar lenni egy kicsit. Mindegyik csinált már valami olyan fura dolgot az első egy-két évében, amiben erődemonstrációt akart, vagy az ő egyeduralmát, vagy valamit, amit nem ilyen tettekkel csinálsz meg, hanem azzal, hogy mondjuk a Dolphins 10-6-ot tol ki az első évében. Ezzel mondjuk... Az mondjuk nem, de az a Forrest Hill. Tehát szerintem itt... Maradjunk a kaptafánál, tehát azzal foglalkozunk. Egy szó mint száz, a újonc vezetőedzők és a törpök élete abban stimmel, hogy nem csak játék és mese. Ennek ellenére nézzük meg azt, hogy hány helyen köszöntünk újonc vezetőedzőt, és ki az, akinek bejöhet a munkahelyváltás, ki az, aki igazán nagyot bukhat, mert azért azt látjuk, hogy oda teheted magad, de akkor rögtön kivívhatod a főbb vagy vezérűrű játékosoknak a haragját, vagy rögtön becsicskóz, aztán onnan meg lehet, hogy nincsen visszaút. Mit nevezünk a te olvasatodban
jónak? Tehát egy pozitív szezont, jobb, mint a tavalyi szezon, vagy playoff, vagy esetleg Super Bowl, tehát azért itt Hát szerintem mindenképpen az előző szezonhoz képest. Jó, csak hogy tisztázzunk. Mindig az a jó legalább szezon, olyan, de amikor jó. Utána nem rúgnak ki. Mondjuk hát, ez nem, tehát akkor neki nem lesz nehéz, tehát az első évben az összes szezon. Hát amúgy sikerült már, Arizonában is sikerült. Máshogy gondolja, hogy vannak ilyenek. Jó, hát azért idén megtudtuk azt, hogy elég, ha csak egy nagyon felkapott, hype-olt edző közelében vagy. Tehát, egy gépen utazol vele. Idén már bőven elég az, hogyha... Mögöttem ült. Tehát, hogy Taylor... Vic Fangio és a többiek, nagyjából ezt így tudnám fölmutatni, mert a többieknek olyan tapasztalata nincs, ami alapján ők 2005-ben NFL vezető edzők lettek volna. Tehát itt van például Zach Taylor, aki két éve a Ramsnél az assistant elkapó edző volt. Igen. Tehát az nagyjából az offenszben a nyolcadik számú edző. Kicsit ez az új trend, tehát amikor ugye bejött az, hogy startup, és akkor lett 7 millió startup, most lett a fiatal vezetőedzők az NFL-ben, akkor azunk fiatal vezetőedzők, mert majd ők felpesdítik az életet. De amikor szegény Zach Taylor majd elment a Bengals első edzésére, akkor rájött arra, hogy igazából örül, hogy pár évig, egy-két évig vezetőedző lesz. Jackson ott van még? Tehát utána soha többé. Nem. Jackson sehol sincs. De szeretne lenni valahol. Melyik Csak Jackson? Hogy ilyen precízen beszéljünk. Oké. Okay. Nehéz dolguk van az újonc vezetőedzőknek, mégis volt már a világtörténelemben arra példa, hogy újonc vezetőedző rögtön az első évében le tudta tenni a névjegyét. Mark, ki az a top 3, akit kiemelnél az NFL történetében? A Harbaugh testvéreket raktam a harmadik helyre, ugye Jim Harbaugh és John Harbaugh is, azért korszakos, kicsit rövidebb ideig ugye Jim és John Harbaugh hosszabb ideig, mai napig a Baltimore Ravens vezetőedző. Tehát Jim Harbaugh a 49ers-szel ugye az első évében már 13-3-as szezon produkált, és az NFC döntőjében kaptak ki, és a következő pár évben is fent tudta tartani, a Super Bowlba jutott, mert a következő van jól emlékszem megint a NFC döntő, és a negyedik éve volt a visszaesés, és az az utolsó éve a 49ers-vel. A John Harbaugh pedig ugyanúgy 15-öttel AFC Championship meccsig jutottak, kikaptak. Viszont több évig utána azért folyamatosan rájátszásba vitte a csapatot, és ugye Super Bowl nyert. Tehát azért az ott nagyon fontos pont. Azóta azért látjuk azt, hogy egy kicsit Harbaugh is beleszürkült a Ravensbe. Nagyon sokáig ő egy legnépszerűbb és szerintem a legminőségűbb edzőnek tartottuk, de látjuk, hogy nehéz fenntartani NFL-ben ilyen hosszú karriert, mint ami az övé. A második helyre George Seifertet hoztam, aki ugye a San Francisco 49ers kultikus időszakának az utolsó pár évét vette át. Azért hoztam őt csak a második helyre, mert igen, Super Bowl győzelmet ünnepeltek az első évben, agyonverték a Denver Broncos 55-10-re, de azzal a 49ers-szel nem volt nagy trúváj megnyerni. A következő években is végig rájcásba jutottak, és még egy Super Bowl győzelmet behúztak, de azért abban az időszakban ez nem volt akkora kihívás. És akkor még egy kicsit az időben visszautazva, 1970-ig még Baltimore Colts néven Don McCafferty volt az, aki a legjobb teljesítményt hozta, hogy első évében rögtön Super Bowl győzelmet ünnepelhetett. 11 győzelme volt az alapszakaszban, és utána két versenys egy döntetlen mellett, és itt azért volt izgalmas, amikor így böngésztem, mert a döntőben a Johnny Unitas, ugye a korszakos irányító megsérült, és nem ő játszott a végig a mérkőzést, ez egy defensív csata volt, tehát kevés pontos meccs volt, de azért ritka az, amikor a kezdő irányítót megsérül, és mégis Super Bowl tudsz győzni, vagy nyerni. Hát valószínűleg idén azért erre túl sokat nem tennék egyik csapatnál sem. Úgyhogy van, akinek sikerült, és hát láttuk, hogy 5 vagy 6 újonc vezetőedzőnk van jelenleg az NFL-ben. Kíváncsi vagyunk, és a szezon közben természetesen majd figyelni fogjuk a teljesítményüket. Nem hoztátok őket se topként, se flopként, de nem mehetünk el amellett, hogy miután azt hittük már, hogy vége Bell hisztikéjének, vége van Brown hisztikéjének, nincs vége a botrányoknak, a cicaharcnak, a flexelésnek, most éppen Dallasban, Zeke Elliott csinálja a fesztivált. Nem csak ő, hanem Prescott is, és nem csak ő, hanem Jerry Jones is. És az a nagy bajom, hogy talán nem is innen kéne megközelíteni a kérdést, hanem hogy ki a nagyobb úr egy ilyen dolognál, amikor szerzésekről és játékosokról beszélünk, a tulajdonos meddig mehet el, és meddig mehet el a játékos. Az NBA-ből szeretném, hogyha válaszolni erre a kérdésre, ahol kevesebb kezdőjátékos van, kevesebben vannak a padon, ki diktálja igazából, hogyha én szeretnék egy új szerződést, és mondjuk megérdemeltem, de nézzük azt, hogy még nem érdemeltem meg, akkor ki diktál, és hogyan üzengetnek egymással a mondjuk a tulajdonos, nem az edző, a tulajdonos és a játékos. Mivel annyira más a szerződési struktúra, kevés példát tudok erre mondani, mert az ember játszik,
az utolsó évében jól megtolja magát, és egyszer csak kap egy új szerződést, de ilyen szerződés hosszabbítások előtt már mondjuk Jimmy Butler tudnám neked példának hozni annól a chicagói korszakban, aki azért eléggé neki ment az akkori Bulls vezetésnek. Hogy van ott a kivásárolják magukat, az mindig megvan az a lehetőség, vagy olyan szerződést kell kötni, hogy kivásárolhassák magukat mondjuk az utolsó évükből? A játékos nem dönthet így, csak a csapat dönthet úgy, hogy kivásárolja. Aha. A játékosnak nincs mozgástere, hogyha aláírta a szerződést, akkor ott kell megrohadnia, hogyha nem tudja kierőszakolni különböző viselkedési formákkal, hogy elcserélje. Szóval visszatérve a Dallas-i dologra, ugye elkezdett az üzengetés, Elliot új szerződést szeretett volna, lényegesen nagyobb pénzért, és egy ilyen talán félre sikerült interjúból Jones megkérdezte, hogy ki az a Zeke. És nem tudom, hogy ez jó-e. Nem tudom, hogy ér-e annyit az egész, hogy utána az egyik legjobb, hanem a legjobb játékos a skill pozícióban, vele nem tudod, hogy ő most tényleg holdoutolni fog a szezonban, és nem fog fölmenni a pályára. Közben van egy irányítód, aki kicsit túlértékeli magát, és a legjobban fizetett irányító szeretne lenni, és ő szintén üzenget a médián keresztül, hogy új szerződést szeretne, de ezt szintén nem akarja megvenni Jerry Jones. Akkor mi lesz azzal a Dallasszal, aki egyébként emberállományban ott lehetne a rájátszásban? Ér-e annyit ez a veszekedés, cica harc, bármi, aminek nevezted, hogy és ráadásul kiteregetve a szennyest mindenki elé, hogy rámehet erre a csapatnak a rájátszása. Mert lehet, hogy az egyik játékos sem fog játszani. Bár nem tudom elképzelni, mert szerintem a játékosoknak többet ér az, hogy játszon. De ez egy ilyen, az ügynök között is az, hogy én most többet akarok, de inkább nagyobbat mondok, hogy meg kevesebbet, kicsit kevesebbet kapja többet, mint amennyit érek. Tehát ez is benne lehet a játékban, csak nem vagyok abban biztos, hogy ténylegesen az off-seasonben ennek így kell lennie. Tehát akkor, amikor tényleg arra készülsz, hogy lehet, hogy ilyen do or die szezonod lesz a Dallas-szal, és nagyon neki kell menni, hogy ez playoff legyen, és Super Bowl legyen, úgyhogy a Philadelphia Eagles-szel, vagy egy csoportban, akinek a legmélyebb a rostere, akkor nem látom azt, hogy a játékosok ezt a felelősséget, ezt miért akarják átkenni Jerry Jones-ra, aki tudjuk, hogy nem egy adott tulajdonos, hanem sokkal több, az NFL-nek az egyik legbefolyásabb embere. Nem biztos, hogy jó húzogatni az oroszlánnak a bajszát, és viszont. A másik oldalról meg Elliot lenyomott 4 évet, kapott 1600. Elliot már értem. Labdacipelést. Prescott meg ott van az edzésen, csinálja. De ott kopog a dolog, hogy csörögjön a pénz. Nyilván a teljesítmény kérdéses pont, de nem is emlékszem QB holdoutra, hogy így lett volna így a múltba visszamenni, vagy bármelyik irányító. Sokkal szerintem, többet vesztenek a játékosok, nem a poszton, nem, az a poszton ez nem fér bele. Tehát az, hogy az irányít, elkapók, running back-ek ilyenek holdoutnak, aki irányító egyszerűen, tehát jelenleg így nincs meg az a fogalom, hogy QB holdout. Mert egy vezér képzelni? Minden pillanatban. El tudjátok képzelni azt, hogy akár Prescott, akár Elliott holdoutoljon? Elliottnál igen. De már Jerry Jones a legfrissebb, amit mondott, ami szintén egy ilyen miért ne mondjon valamit, azért mondta, hogy őt annyira nem zavarja, mert így kipihentebb lesz a rájátszásra. Én Tony Pollard, és imádom, és szeretem, persze. Én lassan már látom, hogy egy New York-i elég nagy pincében összegyűlik az összes major csapat tulajdonos, és azt mondják, hogy valamit ezzel most már csináljunk. Uh-huh. Hát ez másfél év, a következő másfél év. Az a baj, Baska, hogy ez mind azt mutatja, hogy itt a kollektív szerződés előrevetíti azt, hogy milyen szinten van az a távol, most látjuk a Bell tavaly, láttuk Antonio Brown, láttuk a többi játékost, Melvin Gordon. 1000 yardos szezonja se volt, de holdoutolni akar és több pénzt keresni, hogy akkora szakadék most jelenleg a játékosok és a tulajdonosok között, hogy... És látom magam előtt a lockoutos terestókat, hogy idén banjozunk, meg megtanulunk dalokat, meg táncestok, meg... És ebben nagyon összefogad. Akkor mi is szaragaszkodunk, ezt most mondjuk, hogyha lockout van, terestók, akkor is lesz. Jó, virítsátok alól. Ebben nagyon a szerep van az NBA szerzőseknek egyébként, hogy sokkal többet keresnek azok a cserejátékosok mondjuk az NBA-ben, aki ilyen legyen no-name, mint azok, akik kezdő pozícióban vannak mondjuk egy running back pozícióban. És ez valahogy, értem, hogy nem azt a sportot választottad még annó, de zavarja őket, hogy kik azok a no-name játékosok, és az a tavaly volt a szerzés változtatása az NBA-ben, a kollektív szerződésnek megváltoztatása, hogy több jutott a játékosoknak? Ott nem is kellett nagyon változni a szerződésnek, ez csak tök pénz folyt be. Több pénz folyt be. Jó, most erre, és bocsánat, nem azért, csak hogy a kultúra miatt, tehát nem is a... Ezért nagyon nehéz párhuzamot vonni, mert értik, hogy ők, értem, hogy drága... Ott is változott, rengeteget. Tetszett volna más szakmát választani. Pontos, ez olyan dolog, hogy nem tudom, elnézést kérek az összes Péktől, aki nézi az adást, felháborodhat a Pék, hogy miért nem keres annyit, mint a Csányi. Ettől függetlenül még az NBA-ben
hasonló nézettségekkel, meg szerződésekkel, meg nem tudom mikkel. 450 játékos van az egész ligában, nem tudom. 2800 azt a minden. De szerintem azt feszegetik itt, hogy attól még tud-e ez több lenni, vagy nem? Minek a rovására tud? Szerintem lenni. Most itt a játékos ilyen szempontból Bell, igen, matekoztak, hogy most akkor megérte neki várni, nem kapott olyan szerződés a Jazztől, vagy igen, de pihent egy évet. Tehát, hogy ez majd kihordja magát, de szerintem látszik az, hogy a játékosok elkezdték így bontogatni a szárnyait, hogy sokkal több lehetőségük lehet. De talán ez főleg amúgy a running back pozíció, ahol így nagyon bezuhant a piac, és a running back-ek ezt nem hajlandóak elfogadni. Baska közben itt táncol. Az van, hogy van egy olyan érzésem, hogy erről a témáról ebben a szezonban fogunk még párszor beszélgetni különböző játékosok kapcsán. Ez egy fortyogó üst, aztán meglátjuk, hogy valaha ki fog-e robbanni, vagy egy finom bajai halászlé lesz belőle. Mi most elmegyünk reklámozni, és hamarosan jövünk vissza. Folytatjuk a Trash Talkot, a záró szegmenshez érkeztünk. Az elmúlt hét legizgalmasabb témájával, ami igazából megkoronázta bizonyos értelemben a holt szezont. Ugyanis az Indianapolis Colts egy előszezon meccset játszott, mindenki unatkozott, és egyszer csak elkezdett terjedni. Mert a Chicago volt a másik, úgyhogy nem unatkozott. Elkezdett terjedni futótűzként egy hír a nézőtéren, amit a benfentesek már napok óta tudtak, hogy Andrew Luck vissza fog vonulni. És mire vége lett a meccsnek, és elindult lefele, akkor már így kvázi az egész stadion tudta. Én ezt olvastam, tehát ez egy ilyen... A Colts elbénázta a kommunikációt, és az a lényeg, hogy a srácnak úgy lett vége a karrierjének, hogy a saját közönsége kifütyülte. Mit kell tudnunk Luckról, aki ugye 2012 1/1-ese volt, a korosztály egyik tehetséges, legtehetségesebb irányítójának tartották talán, aztán nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, és Gronkowski után itt egy másik under 30 játékos, aki azt mondja, hogy köszöni szépen, elég volt. Először is ez egy akkora PR katasztrófa a csapat szempontjából, ami elképesztő. Tehát van a csapatod sztárja az elmúlt évtizedek, tehát Peyton Manning után megtalálták azt a Frances QB-t, aki tényleg Frances QB-ként jobbá tette a csapatot. Láttuk ezt a Colts-ot Luck nélkül, úgyhogy reménytelenek voltak. Láttuk azt, amikor félig sérülten, szép lassan felépülve tavaly rájátszásba jutottak, és tényleg azt vártuk, hogy idén Luckkal még jobban lesznek. Aztán egyszer csak kiderült, hogy most éppen megint sérült, most a bokájával bajlódik, és hétről hétre mindig csak az oldalvonalon volt, nem edzett, néha már volt videó, hogy egy kicsi alapmozgásokat csinált, és akkor egyszer csak jött ugye a hír, Adam Schefter robbantotta, valaki kikotyogta ezt a dolgot, abszolút nem értem, bár remélem, hogy kiderítik, hogy ki volt az. Hát az, hogy csütörtökön elmondták egy pár játékosnak már, pénteken elmondták még egy pár játékosnak, Schefter nem valaki, ami 30 helyről kapott állítólag SMS-eket, ami mindezt firtatta már. Tehát ilyen kvázi ennyi, bent hát, már nyílt titok nem volt. Tudták ennyien. Nem. Szerintem nagyon kevesen. Kizárt. Hétfőn ült le, a három legfontosabb emberrel, Frank Reich vezetőedzővel, Chris Ballard general manager és Jim Irsay tulajdonossal. Ők még hétfőn próbálták lebeszélni, és talán 2-3 játékos, főleg Jacoby Brissett a legfontosabb a cseréjével nyitó, ő tudta meg nagyjából csütörtök körül. De szombaton szerintem összesen a Coltsnál tudhatták 6-an. Úgyhogy vasárnap akarta hivatalosan bejelenteni. Tehát még lehet mondjuk, hogy a sajtós tudhatta, mert akkor kellett, hogy a pódiumra le, sajtótájékoztató, menjenek oda, tehát egy ilyen dolog, és valaki kiszivárogtatta, ami óriási gáz, mert gondolj bele, hogy tényleg egy évtizeden keresztül csak azért dolgozott, hogy valahogy felépüljön komolyabb sérülésekből, és tényleg, amiről beszéltünk Gronkowskinál, hogy mennyi fájdalom, mennyi áldozat, ez nála is, őt is végigkísérte, és aztán az utolsó emléked, ahogyan elhagyod a saját pályázat az, hogy kifütyülnek, nem csak ő is elmondta, hogy hát ez bizony fájt. Méltatlan. És játékosok mindenhonnan, minden csapatból, divízió ellenfelektől írták Twitterre, hogy ennek mennyire nem így kellett volna történnie, és hogy mennyire nagy szó, amit Luck csinált. Szerintem maga a Colts is... Hogyha ez kiderült volna, pénteken bejelentik, és szombaton Luck ott ül, akkor megkap egy standing ovation. Ennek úgy, ez egészen úgy kellett volna kimenni, ezért blama. Kijön, kisétálok, és akkor elmondja, hogy visszavonulok, és elmond egy beszédet.
vasárnap. És tudod, a többi, igen. De az első reakció a szurkolóktól, ez a búzás. Én ezt nem tudom, hova tenni. De NBA példát hozok az... megint, nem tudom, mennyire néztétek az NBA döntőt. Ugye Kevin Durantnek elszakadt az Achilles a döntő, nem tudom, hanyadik meccsén. Igen. És Toronto, amit mindenki körbe szopkodott, hogy a legjobb sportváros, mindenki, és 95-en elkezdtek örülni annak, hogy megsérült Kevin Durant, és fél perc alatt rend lett a stadionban, és szétszett. Tehát, hogy az emberből előjön a paraszt, tehát, hogy mindenkiből. Igen, de ott az ellenfél szurkolókat, meg a saját szurkolóiról van szó. Gáz. Nem. Ez azért gáz. Az ő fejükben az a baj, hogy szurkolóként, bocsánat, én miért hogy... így tudom meg, hogy kim vagyok a preseason meccsen, ott ül a franchise star QB, és az a szurkoló, igen, aki kívánt, ránézett, mi van, micsoda. És szépen bepörgették magukat, és ez lett a vége, ami minden oldalról kellemetlen. Hát meg azt érzik, hogy Luck chairben hagyja a csapatot, amikor, mert arról eddig nem beszéltünk, hogy a Colts most volt a legnagyobb Super Bowl esélye a Coltsnak az elmúlt 10 évben nagyjából, vagy amióta Peyton Manning ott hagyta a csapatot, de amit nem vesznek figyelembe, hogy ha Lucknak ennyire fáj mindene, hogy visszavonul, akkor itt nem az volt az egyik alternatív, hogy visszavonul, a másik meg, hogy ott van az első héten, és tökéletesen játszik, és Super Bowl-ba viszi a csapatot, hanem valószínűleg nem tudott tényleg játszani. De igen, ez van az, amikor először elmagyarázod a szurkolónak, hogy miért, és nem hagyod, hogy ő gondolkozzon azon, hogy miért. Tehát ha elmondod azt, hogy nekem olyan fájdalmai vannak, amivel én már nem bírom ezt mentálisan, mert évek óta gyötör ez a dolog, és elmondja, akkor mindenki sajnálja. Így mi volt az első reakció? Mi? Hát nem már, hát miért, hogy mekkora egy 30 éves sincs, miért, hogy abba hagyja, hát milyen fáj. Tehát, hogy információ hiányában, hogyha kevesebb lesz, ez mindig ez lesz, hogy ő teszi fel magának a kérdés és a választ is, és abból lesz ez. Oda kanyarodnék vissza, hogy Zoli kezdte a visszavonulásokkal, hogy nem tudják az átlagember, hogy ott hogy az, aki nincsen sérült, Isten, az is sérült. Tehát ezek a szezonok, ezek a mérkőzések, ezek egy autóbalesetek egy játékosnak, aki fönn van a pályán, és ez csak hatványozódik. És ez egy olyan srácról van szó, aki az első három szezonjában 11-5-öt hozott, utána megsérült a válla, elszakadt a hasizma, megrepett a vesélye, bordatörés, utána a következő évben megműti, kiadja a teljes szezont, majd egy olyan visszatérést, az év visszatérője volt ugye tavaly, egy olyan szezonnal visszajön, és azt mindenki azt, hogy persze, ezért váltok a Colts-ot, ugye nem csak rájátszásban, akár Super Bowl-ban is. Csak azért ezt a fájdalmat, meg ezt a rehabilitációt végigcsinálni, azt mondja az ember, hogy köszönöm szépen, nem akarom. Nem tudtunk semmit erről a Vádli kötőjel bokasérülésről, és nem akart belemenni. Igen. És teljesen érthető, hogy 4 éve ebbe van benne. Neki ez egyébként még nagyon good guy volt, hogy rögtön kijött egy ilyen összevágott az anyag, hogy dicsérgeti az őt földbe döngölő falembereket. Szerintem még idegesítőbb lehet sokszor nekik egyébként, hogy nagyon jó ütés ez volt. Ez jó ütés volt. Ez igen. Tehát, hogy egyszerre bírták, de ugye ott volt olyan is, aki megdicséri. Na, végre valaki. Andrew Lucknak olvasó klubja is volt. Tehát, hogy azért egy könyv klubja volt. Nem a tipikus NFL játékos, nem is a tipikus NFL-ével nyitott. Abszolút Stanfordra járt, inkább maradt még egy évet, mint hogy az NFL draftra elmenjen, és megszerezte az építész diplomáját. Tehát, hogy abszolút értelmiségi vonalból jött, akinek tényleg azért nem kell gondolkodnia, hogy mi lesz a család jövőjével. Meg fogja találni a számítását, és azt mondja, hogy inkább elmegy a feleségével világ körüli útra. De azért sokkolt, tehát szerintem mindenkit sokkolt, és nagyon fog hiányozni az NFL-ből, top 10-es QB, és tényleg az, amit ő mutatott az utolsó évében. Kis segítséget kérek fentről, mert recsegett a 26-os vagy a 27-es? A mai nyerő számunk. Köszönöm szépen. Úgyhogy nem a 6-os meg a 9-es kereszt. Abban volt már probléma. Szóval egy váratlan visszavonulásról van szó, és egyébként pont a hetekben került ki a YouTube csatornámra Jordan visszavonulásáról egy videó, ahol kértem nagy váratlan visszavonulásokat, és rengeteg nagyon jó példa jött, hogy ha most Hamilton azt mondaná, ha most nem, talán ekkora sok nem Luck, mert hogy nem nyert Super Bowl-t, nem is játszott Super Bowl, de ettől függetlenül inkább a kora miatt, meg a benne lévő ígéret miatt volt ő hatalmas sok. De nem az első váratlan visszavonulása ő az NFL-nek, sőt, kik azok, akikre igazán úgy emlékszünk, hogy nem számítottunk rá, még maradhattak volna top 3. És talán Jordannél és Luck között is az a különbség, hogy Lucknál bennem az a mi lett volna, ha. Jordannél már nagyjából a visszavonulásnál tudtuk, hogy minden idők legjobbja. És itt ez a különbség Calvin Johnsonnál is, hogy nagyjából ami benne volt, azt ő kiadta. Tehát ő 30 évesen vonult vissza 2016-ban, soha nem nyert playoff meccset, és
ami miatt meglepő volt, hogy visszavonult igazán, az az, hogy még az utolsó évében is több mint 1200 elkapott labdája volt, ő volt a Detroit első számú elkapója, de összességében azért már hallottunk pletykákat, mielőtt visszavonult, hogy egy kicsit már elege van, tehát azért ennél meglepőbb Luck visszavonulása, mert arról nem nagyon lehetett előre hallani, Megatronnál pedig igen, és valószínűleg ő így is be fog kerülni a Hall of Fame-be. Tehát nála nincs az a kérdés, hogy mi lett volna ha, mint Lucknál, hogy mi van, hogyha folytatja. A második Jim Brown, a Cleveland Browns-nak a futójátékosa, aki 1966-ban vonult vissza 30 évesen. Utolsó szezonjában MVP lett, az volt a harmadik alkalom, hogy MVP lett. Egy évvel korábban bajnok lett, és mégis visszavonult, de megint nem egy akkora meglepetés talán, mert 30 éves volt már, running back-eknél az már nem annyira fiatal, és ahogy láthatjuk, utána elment Hollywoodba és filmekben szerepelt, és ez akkoriban azért talán még nagyobb dolog volt, mint az NFL. NFL-ben elért, amit el tudott. Igen, volt a tulajdonossal. Igen, ő neki szintén politikai aktivista hát, volt korszak, abban az évben. Múlt héten láttam a Believe-Landet, úgyhogy ja. Ilyeneket mondok csak így be. A nevét már elfejtettem a tulajdonosnak, de nem. Első pedig Barry Sanders, akit élmény nézni minden videóban. És például Barry Sandersnél ott van egy mi lett volna ha, mert én úgy gondolom, és nagyon sokan, hogy ő minden idők legjobb running back-je, de statisztikailag ezt nem tudta alátámasztani, pont amiatt, mert hogy 31 évesen visszavonult 1999-ben, és utolsó szezonjában volt a legtöbb labdacipelése egész karrierében. Tehát nála ezért volt meglepetés, mert hiába volt 31 éves, nem tűnt úgy, hogy elfogyott volna, és 97-ben még MVP volt. Tehát az utolsó előtti szezonjában még ő lett a liga MVP-je, és mégis visszavonult 31 évesen. Ő talán itt a listán a legnagyobb meglepetés, de azt gondolom, hogy Luck még nála is nagyobb meglepetés, mert Barry Sanders is nagyjából, amit tudott, azt megmutatott, viszont a mai napig nem tudjuk, és soha nem fogjuk megtudni, hogy Luckban mi volt benne. Mi jöhetett volna ki belőle ebben az offenszben, ami most összeállt az Indianapolisnál. Nincs Gronkunk, nincs Luckunk, van viszont Power Rankingünk, illetve van továbbra is Fourth and Long Podcast, aminek picit be tudtam én is csöppenni a felvételét. Annyi lesz önmagad meglepetés vendégként. Én azt gondolom, hogy amit ebből ki lehetett hozni, ugye azt mondtuk, a szurkolóból kijön a parasztal, meglepetés vendégből is. Egy óra 20 körül jött be Balázs. Igen, kétszer két órában sikerült így. Hát most az első blokkon vagyunk túl. Veszünk egy nagy levegőt. És jövő héten folytatjuk. Oké. Okay. Aki azt végighallgatja ezt a négy órát, az nagyjából képben lesz azzal kapcsolatban, hogy mi várható az idei szezonban. Én most a Power Rankingből az első ötöt szeretném, hogyha górcsó alá vennék, a legrosszabb ötöt nem fogjuk. Tehát Zoli, ki az öt legerősebb csapat a dolgok jelenlegi állása szerint az NFL-ben? Szerinted? Kezdjük az ötödikkel. Egyesek szerint. Los Angeles Rams, kicsit gyengült a támadó fal. A támadósor, illetve Sean McVay neve mellé került egy kis kérdőjel a Super Bowl miatt, de azt pont a podcastban megbeszéltük, hogy azért nem fogja tudni mindenki azt hozni, mint amit Bill Belichick és a New England Patriots védelme hozott, de a Rams-től idén is sokat várunk, hogy azt a podcastban is meg lehet hallgatni, hogy pontosan milyen mérleget elég várunk. Volt a podcast kasarulása, jó? Nyugi, idén, vagy ezen a héten még csak az NFC-t vettük fel, úgyhogy csak náluk tudom igazán promózni. Jared Goff tavaly szintet lépett, kérdés, hogy idén tud-e egy szintet lépni, attól még ugyanúgy esélyes a Rams. A Chiefs-ről még nem került szó a podcastban, mert őket majd jövő őket hoztam a negyedik helyre. Patrick Mahomes azért kicsit szükségtelenül bevállalt egy ilyen futást a preseasonben, de MVP volt, nem várunk semmiféle visszaesést igazán Mahomes-tól maximum statisztikailag, úgyhogy a támadósor az majdnem olyan jó lesz. A probléma, hogy a védelemben se történt sok minden. Annak érdekében, hogy az erősítség. A legnagyobb szó talán az, hogy Steve Spagnuolo érkezett, hiszen leváltották a védőkoordinátort, és az a védelem tavaly kevés volt. Tehát a Patriots ellen is Mahomes rengeteg pontot szerzett meg a támadósor, de a védelem kevés volt, és nálam ezért csak a negyedik a Kansas City Chiefs, mert a védelmet nem sikerült megerősíteni ezen a nyáron. Harmadik a Super Bowl címvédő New England Patriots, ahonnan, ahogy említettük, Rob Gronkowski visszavonult. Ezen a héten távozott Chris Hogan. Ja, hát akivel a podcastban is beszéltünk, ez a Carolina Panthers. Órákat. És ami szintén probléma, hogy David Andrews center valószínűleg egész évre kidőlt, mert vérvögöt találtak a tüdejében most a héten, de attól még, ameddig Tom Brady ott van, addig a Patriots számít az AFC esélyesének szerintem még mindig, és egy mély keretről beszélhetünk. Tehát ez az, ami nagyon fontos kiemelni, hogy talán nincs ott Gronkowski a sztár,
de azért egy nagyon mély keretről beszélünk, ahol nagyon sok minőségi játékos van, és azért még mindig van egy-két nagyon jó játékos, például Stephon Gilmore, aki tavaly a legjobb cornerback volt a ligában, ő még mindig New Englandben van. Második a New Orleans Saints, akik ugye az a büntetés miatt, vagy a büntetés elmaradása miatt nem kerültek be a Super Bowlba, amiről már beszéltünk. Kérdés azért itt megint Drew Breesnek a kora, de erről részletesebben beszéltünk a podcastban. És kicsit más a helyzet, mint a Patriots, mert az a mélység nincsen meg a Saintsnél, mint a Patriotsnál, viszont a kezdőjük az nagyon erős. Ezért kérdés, hogy egy 4 hónapos szezont hogyan fognak bírni, hiszen egy-két sérüléssel a Saints azért eléggé sokat gyengülne szerintem, de per pillanat azt gondolom, hogy azért még mindig Super Bowl esélyesek, nálam ők a második legjobb csapat per pillanat az NFL-ben. Az első pedig a Philadelphia Eagles lesz, amely tavaly pont a Saints-től kapott ki a rájátszásban, és azt gondolom, hogy ez a legmélyebb keret az egész NFL-ben. Tehát nincsen hiányposztja az Eaglesnek, sőt, szinte minden poszton kezdő szintű játékosok vannak a cserepadon is, amit kiemeltünk a podcastban is, és emiatt az Eagles tavaly egy kicsit csalódás volt, de Wentz sérülése bejött, Jason Peters sérülése bejött, és ezekre vannak megoldások. Tehát most ezért jött Andre Dillard a draft első körében, hogy pótolja Peters, hogyha megsérülne, és azt gondolom, hogy csalódás lenne, hogyha ez az Eagles nem nyerné meg a csoportját legalább idén. Sőt, nálam tényleg a legjobb csapat per pillanat az NFL-ben. Erős beszéltünk a podcastben, de hogy egyébként az irányító poszt az, ami egy picit billeg, hogy ha kiesik, és ha egy-két meccset ki kell hagyni a bármilyen sérülés miatt, akkor nincs ott mögötte olyan. Jövő hétre is rengeteg témánk marad, ha csak azt nézzük, hogy a 26-os, 27-es például mindannyian visszasírjuk őket. Úgyhogy látszik, hogy rengeteg dologról van még mit beszélni, például a holtezon felfedezetjei kimaradtak, úgyhogy jövő héten is érdemes a Stress Talkhoz csatlakozni. Mint hogy érdemes csatlakozni a Yahoo Pick'em ligánkhoz, a részleteket megtaláljátok a Facebookon, kövessetek minket Instagramon, mert ott is felpörgetjük az eseményeket. Nézzétek, hallgassátok a Fourth and Long podcastet, és olvassátok is. Ez megvan, ugye? Majd elmesélem. És a lényeg az, hogy jövő héten folytatjuk a szezon. Egészen jól sikerül beállnunk a szezon elején erre a 9 órás kezdési időpontra. Na jövő héten pont nem, mert akkor 4:30-kor kezdődik, de egyébként pedig követhettek minket majd a hétvégén a YouTube-on is, úgyhogy mindenhol ott leszünk, ott vagyunk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, hogy elkezdjük együtt a szezont. Hamarosan folytatjuk. Sziasztok! Peace.